22 milliárd eurónyi, vagyis 9000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó uniós forrás érkezett azután, hogy az Európai Bizottság jóvá hagyta a magyar terveket, és elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást is. A magyar kormány ezzel elérte a céljait az unióval folytatott tárgyalásokon. Elértük a célunkat. A közösségi oldalra feltöltött videó üzenetben jelentette be a területfejlesztésért felelős miniszter, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Magyarországgal kötött partnerségi megállapodást. Navracsics Tibor óriási eredménynek nevezte a megegyezést, és nem csak a segítőinek, hanem azoknak is megköszönte, akik bírálták Magyarországot, mert ahogy a miniszter fogalmazott, ösztönöztek minket a jobb teljesítményre. Mindez lehetővé teszi, hogy körülbelül 130 milliárd forintnyi előleg megérkezzen, meg tudjuk kezdeni a pályázatok kiírását, és el tudjuk indítani azokat a fejlesztéseket, amelyeket az Európai Uniós forrásokkal támogatni tudunk. A magyar kormány hónapok óta tárgyalt Brüsszellel annak érdekében, hogy az Unió ne tartsa vissza a hazánknak járó forrásokat. Az egyeztetés két szálon zajlott, a koronavírus járvány utáni helyreállítást segítő 2300 milliárd forintnyi támogatásról és a 2027-ig tartó költségvetési ciklusból Magyarországnak járó fennmaradó 9000 milliárd forintnyi összegről is meg kellett egyezni Brüsszellel, mivel a pénzek kifizetését az Európai Bizottság Magyarország esetében külön feltételekhez kötötte. Soron következik az Európai Bizottság kérésére egyes törvényeknek a kondicionalitási eljárás eredményes lezárás érdekében szükséges módosítása szólót. Az országgyűlés október eleje óta sorban fogadta el azokat a törvényeket és törvénymódosításokat, amelyekkel teljesítette a Brüsszelnek tett vállalásait. Az igazságügyi reformok mellett felállt például az Integritás Hatóság nevű korrupció ellenes szervezet. Bár hazánk az eredetileg elvárt 17 vállalást határidőre teljesítette, az Európai Unió november végén egy újabb, az igazságügyi reformokhoz kapcsolódó 18. igényt is megfogalmazott. Így, miközben a forrásokról, a tervek szerint már december 6-án az Európai Tanács pénzügyminiszterekből álló ülésén dönteni lehetett volna, a tárgyalásokat még december elején is folytatni kellett. A járvány utáni gazdasági helyreállításhoz köthető magyar tervet végül december 12-én hagyták jóvá az uniós nagykövetek. Ezután a tagállamokból álló tanács is elfogadta azt a javaslatcsomagot, amelynek a globális minimumadó és az Ukrajnának nyújtott segély mellett a magyar uniós pénzek ügye is része volt. Mi tartjuk magunkat ehhez a megállapodáshoz? A miniszterelnök politikai igazgatója a döntés után azt mondta, Magyarország tartotta a szabát a megállapodások tekintetében, és az összes kritériumnak megfelelt, ami több hónapos megfeszített munka eredménye. Nekünk az az álláspontunk, hogy Brüsszelnek nem nyomást kell gyakorolnia, hanem nyitottnak kell lenni a más tagállamok felvetéseire is. Az Európai Bizottság most a helyreállítási terv után a kohéziós forrásokhoz kapcsolódó partnerségi megállapodást is elfogadta. Magyarország így a tervek szerint még idén minden olyan megállapodást aláír az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi az uniós forrásokhoz való hozzáférést. A megállapodás részeként az átláthatóság és a korrupció megelőzésének megerősítése mellett területfejlesztési, éghajlatvédelmi és digitális átállást segítő beruházásokat finanszíroznak.